Jó, előtte azonban most pöttyögünk egy picit, internettel foglalkozunk, az internet veszélyeivel, és az Emmához hasonlóan kicsikkel. Hát mi Tinával már túl vagyunk ezen a koron, mi már nagyon jól tudjuk, hogy mire való az internet, és mire nem. Plumosi megkérdezte a piciket, hogy vajon ők is tisztában vannak ezzel. A Jedlikányos Gimnázium végzősei szerint az internet számos szempontból igen hasznos. A statisztikai adatok szerint Magyarországon a fiatalok 18%-a fórumozásra, 63%-a iskolai feladatok megoldására, 66%-a csetelésre, 81%-a a közösségi oldalak látogatására, és 91%-a játékra használja az internetet. Ha regisztrálunk valahova, ott ugye megadjuk a személyes adatainkat. Legtöbbször. Ezzel gyakran vissza tudnak élni mások. A magyar gyermekek átlagosan 9 évesen kezdenek el szörfölni a világhálón, ahol rengeteg veszély is leselkedhet rájuk. Hogyha esetleg felkerül egy olyan tartalmú valami, tehát valakiről, és ő ezt nem szeretné. Ilyenkor mit csinálsz? Hát, megmondom, hogy szedjék le. De általában ez nem szokott megtörténni, sajnos. A 9-16 év közötti fiatalok 54%-ának van Magyarországon profilja. A gyerekek 14%-a a lakcímét és a telefonszámát is feltünteti a profiljában. Inkább csak így próbálkozás útján valahogy egy idő után rájön az ember, hogy meddig mehet még el így az adatok megadásánál, és inkább visszajelzések alapján tudja, hogy melyik oldal biztonságos és melyik nem. Vannak ilyen névtelen chat oldalak, és az sokkal veszélyesebb, főleg az ilyen 14 éves korosztálynak. A 9-16 éves magyar gyerekek 6%-a tapasztalt már zaklatást, és 11%-a találkozik szexuális tartalommal. Olyan történt meg velem, hogy mondjuk rám írtak cseten, és hát nem olyan ember volt, akivel szívesen beszéltem volna. Végül az volt a megoldás, hogy letiltottam. Aki bevállalja azt, hogy az interneten ismeretlenül ismerkedik, az vállalja ezzel azt a kockázatot, hogy megvan az esély, hogy ez nem az, akinek ő gondolja. Nagyon sok ember például, aki nem a saját nevét vállalja föl, és úgy kommentel, lehet, hogy a saját neve lenne, ott nem is kommentelne. Az alkalmazások letöltésénél is óvatosak a fiatalok. Én megnézem, hogy hányan töltötték le, vagy amit letöltöttek mondjuk millióan, az biztos vagy benne, hogy ez jó applikáció. Aztán megnézem, hogy miket írt, kommenteltek alá. Ez a generáció, ahogy mondják, már sokkal tudatosabban használja az internetet, hiszen együtt nőttek föl vele, így volt idejük szocializálódni az új technika világában. Okosak ezek a nagyocska gyerekek, nem sokára közeledik a biztonságos internet napja, tehát ha az SID kifejezést látják valahol, akkor ez ezt akarja. Keleti Artúr pedig arról fog nekünk beszélgetni, hogy nem az az egyetlen megoldás, hogy elveszünk mindent, ugye? Tehát telefont, mert ez adná magát. Hát adná magát, de ez nem működik. Tehát a mai világban, valljuk be őszintén, az ember mérgében mondhat ilyet, tettem én is ilyet, de nem működik. Tehát valahogy tényleg a dolog lényeg az, hogy értessük meg, hogy mit, mikor, hogyan és meddig. Hát igen, bekapcsolva most már mindig vagyunk. És a jövő egyre inkább errefelé megy. Ugye sokan nem szeretik hallani, de hamarosan a gépeket már nem viselni fogjuk, sőt, valamit már lehet, hogy belénk is építenek. Hát már karórában már van olyan is, hogy minden ott az órán. Így van, tehát ettől nem lehet megszabadulni. Úgyhogy igazából én azt tudom mindenkinek mondani, hogy először is meg kell azt érteni, hogy milyen eszközök vannak mondjuk a családban, otthon, a környezetünkben, ami internetre kapcsolódik. Szerintem nagyon sok ember azt sem tudja, hogy melyik eszköz az, ami mondjuk internetre kapcsolódott, és melyik nem. Például ma már mondjuk tanulnunk kell szülőknek, beszélünk most akkor így, nekünk szülőknek is meg igen. Kell tanulni, és tisztában kell lenni. Így van. Telefon? Akkor tudjuk, hogy mire figyelünk. Persze. Mire kell telefon, ugye nyilván a számítógép, igen. Logikus, okay. De laptop. Ugye, azért ez is egy fontos dolog. Táblagépek. Most már az iPad-ek, a különböző fényképezőgépek, most már ezek is. Az is? Hogyne. Azok is online vannak, hogy rögtön föl tudja dobni, tudod? Így van, sőt, föl is kerül. Valahol automatikusan, nem is kell semmit se csinálni. Hoppá. Akkor vannak olyan műszaki cikkek, amik most már ilyet csinálnak. Például létezik az, hogy lámpákat irányítson az ember az internetre, azok is fönn vannak az interneten. A játékgépek, a televízió, most hát azok már... a tévék, amikben ugye benne van, igen. Hát, vagy felokosított tévék, és egyre inkább jó, ilyen tévék. Dönteni kell, hogy akarunk-e ilyen akkor... tévét, hogy bárki belelásson. És akkor folytassuk a dolgot, most már a hűtő, előbb-utóbb a turmix, a kenyérpirító, a mérleg, amire rááll az ember a fürdőszobában. Na jó, a hűtőben még megbízom, itt mindig a gyerekkel van baj. Ez bizalomról szól, vagy féltésről szól, aggódásról? Mindegyikről. Az az igazság, hogy leginkább a tudás hiányáról ez a probléma. Ugyanis a családokban, a közösségekben nem alakult ki még az ezzel kapcsolatos reakció. Az a reflex,
az a védekező reflex, ami egyébként a társadalmunkban már kialakult, ha megyünk az utcán, és megközelít minket valaki, és látjuk rajta, hogy nem jó szándékkal. Akkor már tudom. Így van, de ezek olyan dolgok, ami egy biológiai dologból fakad, pszichológiai dolog, viszont az interneten, ugye ott egy kibertérben vagyunk, ott teljesen más a környezet. A másik, ami nem alakult még ki, az, hogy milyen adatot féltünk mi tulajdonképpen, milyen információ az, amire nekünk vigyáznunk kell. Igen, ijesztően kitárulkoznak az emberek a... Így van, nem tudják, hogy mi az, ami... oldalakon. Igen, nem tudják, hogy mi az, amit nem kellene odaadni, vagy amit jobban meg kellene védeni, esetleg titkosítani. És a harmadik probléma pedig, hogy miután nincsen ennek felelőse sem a családban, sem általában a közösségekben, ezért senki nincs, aki ezeket a védelmeket behajtaná a családtagokon, a gyerekeken, vagy segítene nekik abban, hogy megvédjék magukat, tanácsokat adna, föltelepítgetni a megfelelő védelmi szoftvereket, a jelszótárló alkalmazásokat, beállítaná például a routeren otthon a megfelelő wifi jelszót, ugye, hogy azt ne lehessen könnyen feltörni, megkérdezni rendszeresen a családtagokat, hogy változtatják-e a jelszavaikat. Arról beszélünk, hogy mi nincs, akkor mi legyen? Van egy segítség? Hát ezeket kell csinálni. A védelmi, igen, a ezeket védelmi lépések. Nincs más teendő. Az a teendő, én azt javaslom egyébként mindenkinek, hogy szerezze be azokat a programokat, amik ebben támogatják. Ilyenek a vírusírtók, a személyi tűzfalak, a jelszótároló alkalmazások, a titkosító alkalmazások. Nagyon sok olyan alkalmazás van, ami például a szülőknek ad lehetőséget, hogy ilyen parental control, szülői felügyeletet biztosít az alkalmazásokban. Be lehet állítani például a Google-ben azt is, hogyha valaki keres, akkor milyen adatokra igen. Találhat rá, és milyenre nem van egy ilyen kis gomb, hogy biztonságos keresés. Ezt nem mindenki tudja. Én azt gondolom, hogy minden családban, minden közösségben ki kell nevezni valakit, aki ezekről gondoskodik folyamatosan, aki fölteszi ezeket az alkalmazásokat, vagy megkérdezi a családtagokat, vagy a körülöttelébe embereket, hogy gondoskodnak-e a biztonságról. Hát is folyamatosan figyelnie kell, mert napra készen változnak ezek a dolgok. És... ez egy másfajta gondolkodás. Ugye ez a kibertér és a kibertér biztonsága egy olyan probléma, ami ma már erősebb probléma, mint a drogok. Tehát már több mint 300 milliárd dollár veszteség támad évente kibertérben történt támadásokból. Ugye az amerikaiak most jelentették be, a 2016-ban az Obama kormány több mint 14 milliárd dollárt fog költeni a kiberbiztonságra. Tehát ez egy olyan akut dolog, amivel napi szinten kellene foglalkoznunk, és ezért örülök egyébként, hogy gyakran beszélgetünk ebben a műsorban is erről a témáról. Legközelebb is beszélgetünk, de akkor a világnak kapcsán tényleg el kell gondolkodni, és kinevezni valakit a családból. Robi vagy Erika? Robi. Egyelőre köszönjük szépen, nagyon számos szívesen. Kérdésünk van még, amit majd átadunk, és kérdezünk tovább.